Üdv, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelveckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj nehéz szavakat könnyedén. A videóban mutatok neked egy olyan trükköt, amit hogyha betartasz és gyakorolsz, akkor a legbonyolultabb és a legnehezebb szavakat is viszonylag könnyedén el tudod sajátítani. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézz rá a leírásban arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témába, hogyan tanulj nehéz szavakat könnyen. Nos, én úgy vettem észre, hogy minden diáknak, az összes nyelvtanulónak vannak úgynevezett szómumusai. Olyan angol szavak és kifejezések, amelyeket már százszor vagy ezerszer látott különböző szövegekben, többször kiírta őket a szótár füzetébe, stb. De valahogy ezek a szavak mégsem akarnak bent maradni a fejében, nem tudja őket megtanulni. Úgyhogy lássuk, mit lehet kezdeni, mi a megoldás erre a problémára. Nos, engedd meg, hogy az elején egy kicsit a szakmai oldalról közelítsem meg ezt a témát. Tudnod kell, hogy a nyelvoktatásban nincs olyan kategória, hogy nehéz szó. Ezt gyakran kérdezik tőlem a diákok, hogy hogyan lehet nehéz szavakat megtanulni. Na most ilyen, hogy vannak a könnyű szavak, a közepes szavak, meg a marha nehéz szavak, ilyen kategória nem létezik. Tudnod kell, hogy mindenkinek más és más angol szavak jelentenek kihívást. Ha téged például nagyon érdekelnek a technikai újítások, az újdonságok és az informatika, gyakran olvasol cikkeket és böngészel honlapokat ebben a témában, akkor ezzel a területtel kapcsolatos szavakat és kifejezéseket az érdeklődési köröd miatt viszonylag gyorsan és könnyedén fogod megtanulni, annak ellenére, hogy lehet, hogy ezek a szavak is hosszúak, sok szótagból állnak és bonyolultak. De ha mondjuk téged egyáltalán nem érdekel a divat és az öltözködés, akkor valószínűleg vért izzadsz majd az olyan szavakkal, mint a pöttyös, a csíkos, meg a kötött, ezeknek az angol megfelelőivel, és természetesen ez fordítva is ugyanígy igaz. Nos, egy másik probléma az, hogy a nyelvtanulók többsége rosszul tanul szavakat. Rosszul áll neki a szótanulásnak. Én már sok-sok videót készítettem arról, hogy hogyan tanulj angol szavakat hatékonyan. Az egész listát, hogyha fölfelé nézel, akkor ezt a playlistet megtalálod az infokártyán. Úgyhogy ha még nem nézted meg ezeket a videókat, vagy régen nézted meg őket, akkor javaslom, hogy böngészd át őket. Tehát lényegében nagyon röviden összefoglalva, itt arról van szó, hogyha kiírod ezeket a szavakat egy szótárfüzetbe, és hetente vagy havonta átnézed, átböngészed őket, vagy ha esetleg valaki kikérdezi őket, ez még nem egy hatékony szótanulási módszer. Az a lényeg, hogy ezeket a szavakat valamilyen módon személyessé kell tenned. Tehát bele kell foglalnod őket egy olyan mondatba, ami veled kapcsolatos, ami a saját életeddel kapcsolatos. Úgyhogy nézzük akkor konkrétan, hogy hogy lehet nehéz szavakat tanulni könnyedén. Semmi más dolgod nincs, mint hogy illeszd bele valamilyen módon ezeket a számodra nehéz szavakat és kifejezéseket a reggeli rutinodba. Mit jelent ez? Gondold végig, hogyan néz ki a te reggeli rutinod. Valószínűleg felkelsz, fogat mosol, elkészíted a reggelit, bekapcsolod a tévét, felöltözöl, és aztán útnak indulsz. Ugye, ez körülbelül egy fél óra, 45 perc, egy órát vesz igénybe mindenkinek az életében. Mivel minden napod ugyanígy indul, ez tulajdonképpen számodra egy automatizmus. Egyáltalán nem gondolkodsz, miközben cselekszel. Pontosan tudod, hogy fogmosás után te a konyhába fogsz menni, és bekapcsolod a kávéfőzőt.
Na most pontosan ezt a reggeli időszakot fogjuk felhasználni arra, hogy te játszva és könnyedén tanuld meg a nehéz szavakat. Ez alatt az idő alatt, miközben készülődsz reggelente, és miközben ez az automatizmus működik, és üresben jár az agyad, nézz rá ezekre a számodra nehéz szavakra és kifejezésekre, és alkoss belőle mondatokat magadnak a saját életeddel kapcsolatban. Tudnod kell, hogy ez az egész dolog tulajdonképpen egy játék, tehát egy játékként kell, hogy felfogd, nem pedig egy ilyen izzadós nyelvtanulási vagy magolási folyamatnak. Tehát az a lényeg, hogy tulajdonképpen játszva tanulj minden reggel. A mondatok létrehozásánál egyáltalán nincsenek szabályok vagy kötöttségek. Nyugodtan engedd szabadon szárnyalni a fantáziádat. És akkor engedd meg, hogy mondjak egy pár viszonylag nehéz szót. Lehet, hogy ezek a szavak számodra könnyűek, de teljesen randomszerűen kiválasztottam 4 olyan szót, ami szerintem nem olyan könnyű, és megmutatom, hogy hogyan illeszt bele ezeket a szavakat például a te saját életedbe. Az első szó, amit gyakorolni fogunk, az a recommend szó, ami ugye azt jelenti magyarul, hogy ajánl vagy javasol valakinek valamit. Nézzük meg, hogy ezzel hogy lehet nem csak egy mondatot, de egy egész kis rövid történetet létrehozni. Például, I had forgotten my packed lunch back at home on the kitchen counter yesterday, so I decided to ask my colleagues what they thought I should eat. They recommended the new pizzeria that had just opened across the street. I went there and I enjoyed it very much. Tehát ugye reggel otthon hagytam, a konyhaasztalon hagytam a csomagolt ebédemet, és úgy döntöttem, hogy megkérdezem a kollégáimat, ők mit gondolnak, hogy mit egyek. Ajánlottak számomra egy új pizzériát, ami éppen most nyílt az utca másik végében. Én oda mentem, és nagyon élveztem az ebédet. Ugye ez a néhány mondat rávilágít a szó jelentésére is. Tehát, hogy a recommend szó az két ember között egy javaslattétel, tehát egy javaslattételről van itt szó, segítő szándékkal. Aztán nézzünk egy következő szót. A következő szavunk az lesz, hogy supersede. Supersede, aminek a jelentése az lesz, hogy helyettesít, vagy hatálytalanít valamit. Supersede, helyettesít, vagy hatálytalanít. Nézzük a mondatot. For a very long time, I have used a cheap old toothbrush. Today, my new electric toothbrush arrived and superseded the old one. Tehát nagyon hosszú ideje, én egy régi, olcsó fogkefét használtam. Ma az új elektromos fogkefé megérkezett, és helyettesíteni fogja a régit. Következő szavunk az lesz, hogy superfluous. Superfluous, aminek a jelentése felesleges vagy hiába való. Nézzünk ezzel a szóval is egy rövid történetet. You never wear those 10 pairs of shoes. Whenever my mother comes by the apartment, she shakes her head and comments on all your superfluous shoes. Magyarul, te sosem használod ezt a 10 pár cipőt. Mindig, amikor anyukám átjön a lakásba, akkor csak a fejét rázza és megjegyzéseket tesz a te felesleges cipőiddel kapcsolatban. Következő szavunk. Maintenance. Maintenance, ami azt jelenti, hogy karbantartás, fenntartás, kezelés vagy gondozás. Nézzük a rövid mondatokat. I called my apartment complex maintenance service to fix my heating system on Monday. They came today morning and they fixed the problem. Tehát tegnap felhívtam a karbantartó szolgálatot, hogy megjavítsa a fűtési rendszeremet. Ma reggel jöttek, és megoldották a problémát. És az utolsó példa, szintén egy viszonylag nehéz szó, liaison. Liaison, ami azt jelenti, hogy kapcsolat, összeköttetés, vagy együttműködés. Nézzük a rövid mondatokat.
Every time my family and I go on vacation, my mom turns into a liaison between us and the travel agent. It's quite frustrating. Minden alkalommal, amikor a családom és én nyaralni megyünk, anyukám egy összekötő kapocsá válik köztünk és az utazási iroda között. Ez elég frusztráló. Nos, ebből a néhány példamondatból remélem látod, hogy mire is gondolok. Tehát semmi más dolgod nincs, mint a számodra nehéz szavakat valahogyan beleilleszteni a te mindennapjaidba, és olyan mondatokat alkotni, amelyek igazak rád, vagy a szeretteidre. Minél többet gyakorlod ezeket a szavakat ebben a kontextusban, annál könnyebben fogod őket memorizálni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy felejtsd el a magolást a szótárfüzetedből, hanem próbáld meg ezzel a módszerrel megvalósítani, megszemélyesíteni és elsajátítani ezeket a nehéz, számodra nehéz angol kifejezéseket. Most a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudsz majd ebből a videóból profitálni, és szeretnélek megkérni arra is, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!